Magyarországon, de főleg hazánk fővárosában, Budapesten az elmúlt években egyre inkább kialakult egy lakhatási válság. Mert válságnak lehet nevezni azt, amikor magyar diákok, magyar dolgozók, családos emberek nem vagy alig tudják kifizetni az albérlet árakat, és lassan odáig jutunk, hogy egy átlag keresetből egy 2-3 szobás lakás kibérlése már-már luxusnak számít. És tegyük azt is hozzá, hogy az átlag kereseteket a KSH meglehetősen meg szokta szépíteni, tehát a valóság az, hogy a helyzet még ennél is rosszabb. De hogyha tovább megyünk és nézzük, hogy milyen statisztikák állnak még rendelkezésünkre, akkor azt kell mondani, hogy Európai Uniós viszonylatban összevetették az átlag béreket és a budapesti albérlet árakat, és európai viszonylatban az jött ki, hogy a sereghajtók közé tartozunk. Csak úgy a sereghajtók közé tartozunk, mint egyébként fizetések tekintetében is, ahol talán biztosan most már csak Bulgáriát előzzük meg, úgyhogy mindenképpen meglehetősen nehéz a helyzet, és ebben a helyzetben a Mi Hazánk mozgalom nem tud egyetérteni azzal a kormányzati politikával, azzal a magatartással, amelyik gyakorlatilag hagyja, hogy az idézőjeles szabad piac rendezze ezt a kérdést, a gyeplőt bedobták a lovak közé, de amíg magyar emberek sokasága küszködik a lakhatási kérdéssel, addig ezt nem lehet tétlenül nézni, és azonnal be kell avatkozni, akár az államnak, akár önkormányzati szinten, mert ezt nem lehet tűrni. A Mi Hazánk mozgalomnak konkrét javaslatai vannak itt a fővárosban is erre a problémára nézve. Dr. Gruntner András főpolgármester jelöltünk most pedig be fogja mutatni ezeket a konkrét elképzeléseket, úgyhogy át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen. A Mi Hazánk mozgalom a magyarokat érintő kihívásokra és problémákra mindig gyakorlatias választ ad. A bérlakás ügyben is megpróbáltunk egy gyakorlatias elképzelés mentén megoldást nyújtani, mégpedig kettős szinten. Egyrészt állami szinten törvénymódosító javaslatot fogunk benyújtani, amely biztosítja, hogy a lakással nem rendelkező állampolgárok a személyi jövedelemadójukból levonhassák a lakbér összegét bizonyos szociális feltételeknek, hogyha megfelelnek. Másrészt különadóval fogjuk sújtani a Budapesten működő multinacionális cégeket, annak érdekében, hogy megtartsuk a költségvetési egyensúlyt. Önkormányzati szinten pedig, mivel főként a rövidtávú szálláshely szolgáltatók és a diákok azok, akiknek a megjelenése Budapesten növeli az árakat, ezért meg fogjuk adóztatni sokkal inkább az Airbnb szolgáltatást és a hasonló szálláshely szolgáltatókat, hogy a lakástulajdonosok elgondolkozzanak, hogy inkább bérletként, mint rövidtávú szálláshely szolgáltatásként értékesítik a lakásukat. Plusz bevezetjük azt a szabályt, megint csak önkormányzati szinten, hogy az üres lakásokat megadóztatjuk. Ezen felül kötelezni fogjuk a nemzetközi, illetve magán kézben levő egyetemeket és felsőoktatási intézményeket, hogy megfelelő számú kollégiumi helyet biztosítsanak a diákjaik számára.